Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment és hirdette Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tópartján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket. Jöjjetek velem, én emberhalászokká tesztek titeket. Azok rögtön ott hagyták hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint hálóinkat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre ott hagyták apjukat Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangéliumi hív. Köszönöm, szeretett testvéreim! Most sok üzenetet terjesztenek mindenféle vallási rémhírrel, ne higgyetek neki. Elég üzenetet kapunk mi minden vasárnap a Szentírásból és az egyház tanításából. Itt van Jónás könyve. Ez a könyv nem történeti könyv. Nem történt meg Jónás esete, hanem mindenestül profétai könyv. Profécia a profétaságról. Tehát jövendelés arról, hogy mi a célja annak, hogy Isten profétákat küldött. Hogy egyszer majd Ninive, vagyis nem csak a zsidók, hanem a pogányok is megtérnek. Igen, az a cél, hogy egykor a nemzetek is hódolhatnak az Úrnak. Egy példabeszéd formájában üzen a kinyilatkoztató Isten Izraelnek, hogy nem ők a végső állomás az isteni irgalmasságban, hanem az egész emberiség. Példabeszéd és nem történet. Nem történt meg, hanem majd meg fog történni, amiről ez a könyv szól. Testvérek, a példabeszéd nem kevésbé fontos, mint a történet. Sőt, bizonyos értelemben fontosabb, mert a példabeszédből előcsordul az üzenet, ha figyelünk, hát a történelmet meg kell fejteni. Gondoljunk csak a tékozó fiúról szóló példabeszédre. Ki gondolná azt, hogy egy archeológiai csoporttal elindul a Szentföldre, hogy kiássa a tékozó fiú apjának a házát? Éppen nem kellene elindulni, mert van Magyarországon is sok tékozó fiú. És még állnak a házak. Ugyanakkor a korabeli zsidók, akik hallgatták, megértették. És ez érvényes, ez a példabeszéd. Az azt jelenti, hogy az Atya, az Isten, a tékozó fiút, aki megtér, befogadja irgalmasságába. Egyébként Jónás könyvével érintkezik is ez a példabeszéd, mert azért az idősebb fiú, aki mindig a házban maradt, az Izraelt jelenti. Az elcsatangolt fiú pedig, és főleg az, hogy disznókat emleget, ugye disznóhúst nem ettek a zsidók, és nagyon gyűlölték azt, az mindig a pogányságot jelenti. És már oda züllött ez a kisebbik fiú, disznók eledeléből szeretett volna enni. És íme Jézus idejében most már az Isten majd befogadja a pogányt is. De nem ezért idéztem ezt a tékozó fiú példabeszédét, hanem azért, hogy ez soha nem történt meg így. Mégis súlyos üzenetet hordoz. Ugyanúgy. A Jónás könyvében, Jónás sose létezett, ez nem egy létező próféta, és ez nem történt meg. Nem történeti eseményről számol be, hanem a prófétaságnak a céljáról, hogy nem csak a zsidóságnak ad üzeneteket évszázadokon át az Isten,
hanem majd egyszer Ninivének is. Ninive jelenti a pogány, a nem zsidót. Egyszer is mindenkorra le kell számolni sok naivitással, amivel a Szentírás könyveit olvassák egyesek. Emlékszem, hogy mikor én tanultam a Szentírást, még olyan vélemények is voltak, hogy azon törték a fejüket, hogy hogyan bírja ki az ember a cet gyomrába a 3 napot, hol lélegzik. Ez borzasztó. A naív olvasás akadálya lehet a hitnek. Amíg nem merül fel ez a kérdés egy gyerekbe. A gyereknek nem kell magyarázni, hogy története vagy nem történet. Ha történetnek fogadja el, akkor is megértheti, hogy nem lehet az Isten elől menekülni. Hogy az Isten tervei majd megvalósulnak. Hát a gyereknek sem magyarázzuk meg, hogy a kis testvére hogyan fogantatott. Régen a gólya hozta, stb. Most az édesanyjának a hasát már megérintheti, hogy ott van a te kis testvéred, gondolja, amit akar, nem kell. De amikor rákérdez már kamaszkorba, akkor el kell mondania, nem a gólya hozta. Hanem ez így történik. De Isten egy csodát tesz, mert ott egy valaki fogantatott, aki sose volt. Így vagyunk a könyvekkel is. Ha valaki olyan naív, hogy azt gondolja, hogy 3 napot és 3 éjjel lehet a cetha gyomrába lenni, és aztán kiokárt a Jónás, olvassuk át a Babisnak a remek könyvét, és hát Jónás mégiscsak elment Ninivébe, stb. Az is megérti. De a hitnek akadálya lehet a hitbeli naivitás. Ezért kell, hogy felnőttek hitoktatásba részesüljenek, mert utoljára 7 éves korodban hallottál a hitedről. És akkor úgy mondták el, mint 7 évesnek. Az a 7 éves megértette. Ezért nem volt megengedve a kommunizmusba, hogy az ifjúsággal foglalkozzunk. Mert egyetemi szinten volt már a természettudományos műveltsége, hittanra nem járhatott, és akkor csak röhögni lehetett ilyenem, hogy Jónás benn volt a gyomrába. Meg hogy 6 nap alatt teremtette az Isten. Hogy előbb teremtette a világosságot, utána napot meg a holdat. A felnőtt hitelrajának elmagyaráznánk nagyon logikus, mert az ókori ember úgy tud, nem tudta, hogy a naptól jön a világosság. Hanem az egy porszerű, finom anyag, ami elönti reggel a mindenséget, este meg visszacsúszik a tárházába. Tehát Isten nem azt akarta megmondani, hogy hogy alakult ki a világ, hanem az, hogy minden létében tőle van. Pont. Tessék, egy nagyon súlyos dolog. Tessék felnőtt katekézisbe járni. Megtörhet a hitünk. Sok kereszténynek azért van hitbeli problémája, mert olyanokat hisz, amit nem is szabad hinni. Ostobaságot. Hogy a Jézus hogyan lehet benne abba a kis ostjába. Föltámadott test. Nem kopogott az utolsó vacsora termén. Akkor lenne ellentmondás, azt mondanák, hogy egy evilági testben van egy másikba. Úgyhogy azzal azonos. Ilyen nincs. A föltámadott, a dicsőséges test van ott. Te testvérek, tessék tanulni. Tragédiák jönnek abból, hogyha hitünkben nem vagyunk azon a műveltségen, ami ahogy a civil életben. És ezért nem kell megdöbbenni, hogy egy atomfizikus vagy valaki, ha megkérdezik a hitről, esetleg butaságokat mond. Primitív. Nem fejlődött ott. Igen. Tehát nem az a biológiai, és igazában nem az a nehézség ebbe a történetbe, hogy biológiailag hogy lehet 3 nap lenni a hal a cethal gyomrába, sehogy. Először is szépen a fogaival összemartan volna, hogy mire belekerül, már darabokba lenne. Hanem mi itt a legnagyobb nehézség? Az, hogy Isten soha nem küld prófétát a pogánsághoz. Ilyen nincs. Miért? Mert nem érti. Nem érti. Ez egy hatalmas, nagy, évszázadokig tartó pedagógia, isteni pedagógia. És a zsidót nem azért választotta ki, mert különös, meg tehetséges, hanem a legkisebbek a népek közül. Most téged választott ki, mint katolikus, hogy mondd el a többinek. Nem téged szeret jobban, de ez az útja. Mert 2 útja lehetett a kinyilatkoztatásnak. Az egyik, hogy Isten elhatározza, hogy minden agyba be fogom azt
programozni, amit gondolok, akkor hol van a szabadság? Hát pont a szeretettel szól. A másik útja, hogy egy kis népet a pogányságból kihív, küld prófétákat, akik által, emberhez szól, és egyre több információt ad. Az első információ, de testvérek, milyen nehéz volt az megtanulni. Hát látjátok, hogy most az ezoterikusok most se tudják, hogy nincsenek istenek. Nincs világenergia. Nincs horoszkóp. A baromság. Szégyen! Vagy fizika van, vagy egy teremtő isten. Nincsenek istenek. Hát Izrael majd belehalt abba, mert olyan akart lenni, mint a többi nép. Nincsenek szentélye, hogy egyik Istent itt tisztelitek. Hát ez századokig tartott műveltség, üzenetek. Isten nem küldhetett a pogányokhoz senkit. Miért? Mert szerette a pogányt. Ez olyan lenne, mint a Einstein professzor úr elmenne az alsó tagozatba, hogy elmondja a 7 éveseknek, 8 éveseknek a relativitás elméletét. Abszurdum. Ez abszurdum. Az Úr Jézus maga mit mondott? Az én küldetésem, mondja a földi küldetésem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz szólt. Izrael nem jött a pogányokhoz. Miért? Mert a pogányokhoz jött. Tehát először annak a népnek kellett megérteni a végső üzenetet, aki már föl volt készítve. Hát ha átmegy Egyiptomba, rögtön azt mondják, ő az Ízis vagy az Oziris. Ha csodát tenne a görögöknél, valamelyik Istennel azonosítanák, mint ahogyan Szent Pállal történt, meg Barnabással. Barnabás egy nagy hatalmas ember lehetett, ugye őt Jupiternek nézték, mert Pál által csodát tett az Úr, és mivel Pál beszélt, ő volt a, hát a szóvivőjel, meg a Merkuristen. És a pogányok bikát hoztak, hogy feláldozzák el. Ezek megtépték a ruháikat, hogy emberek, mi nem vagyunk Isten. A názareti Jézus tette ezt a csodát. Értitek? Tehát aki azt mondja, hogy az Ószövetség az egy túlhaladott dolog, az a legnagyobb szentségtörést végzi. Ez olyan, mintha te veled kioperálnának 18 évet. Torz lenne. Jézus nem jöhetett más néphez, mert más népeket is szeretett. És megdöbbentő, hogy bár halálra adták a főpapok és írástudók, de pontosan a hívő zsidó nép, a tanítványok, az apostolok ismerték fel, hogy kicsoda Krisztus. És akkor most már a teljes üzenettel mertek a pogányokhoz. Isten nem küldhette Ninivébe a prófétát, mert nem volt kész az üzenet. Olyan információkat vittek volna el, amit nem tudnak feldolgozni, mert ők több Isten hívők. Óriási gondolat ez, testvérek. Ezért jelenti ki Krisztus küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. És ezért történt, hol mutatja meg Jézus a magyarok, a franciák, meg a többi nem zsidó iránti szeretetét? Amikor kötélbe, rostorfonba elverte a zsidókat, a pogányok udvarába. Mert azért a pogányok között is volt olyan gondolkod, aki tudta, hogy hát azért csak egy Isten van. És fölmentek Jeruzsálembe imádkozni, de nem léphették át az Izrael udvarát. De a pogányok udvarában ott voltak, és ott kereskedtek a zsidók. Ne tegyétek atyám házát kereskedők házává. Megbotránkoztatjátok a pogányokat, hiszen a végidőkben majd mindenki ide fog jönni. Testvérek, csodálatos ez az isteni pedagógia. Erről beszél második században Szent Irénéusz püspök vértanú Lyonba. Hogy Isten pedagógus, pedagógus, aki lassan egyik ismerettel a másikra vezeti az emberiséget, és amikor készen van az üzenet, hogy ő maga emberré lett, magára vette bűneinket, meghalt értünk, és szeretett az Isten. Ezt kivihetetek már a pogányokhoz. Testvérek, ne csodálkozzunk azon, hogy ez a szegény
példázatbeli próféta, amikor azt mondja, hogy az Isten menj Ninivébe, pont az ellenkező irányba indul el. Hát ez Isten téved. Hát nem mehetek a pogányokhoz. És el kell neki mennie. És a botrány, hogy Ninivében megtérnek. Akkor meg dühös. Mint ahogy a korabeli zsidók közül sokan dühösek lettek, hogy miért veszitek be ezeket a koszos pogányokat a szövetségbe, Jézus vére árán. Nagyon megdöbbentő, és most világosodik meg az Úr Jézusnak egy nagyon különös szava, amit valószínűleg sose értünk meg, azt mondja az utolsó vacsorán, ti még nagyobb dolgokat visztek végbe, mint én. Mi ez? Pünkösd elérkezik, az Úr Jézus 40 napon át megjelenik az apostoloknak, és fölismerik, összeadódik nekik az összes információ. Mit mond Izaiás? Hogy lesz egy szenvedő szolga, akinek sebei által üdvözülünk. Hogy az lesz a neve, hogy Emmanuel, hogy velünk az Isten. Hát hogy van velünk? Az, hogy maga az Isten, aki emberré lett. Hogy hirtelen három arca van a mindenhatónak, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. Megértik pünköstkor, és ekkor pünkösd napján már megkeresztelik, beveszik az szövetségbe a pogányokat is Jézus miatt. Óriási. Persze, azért tehettek nagyobb dolgot Jézusnál, Jézus egyetlen pogány se akart megtéríteni, mert Jézus ezt lehetővé tette. Hogy kereszthalála által minden ember bűnét magára véve, éppen a zsidó származású Saul, a Szent Pál mondja, hogy Krisztus a keresztjével lerombolta a válaszfalat Isten és az ember között. Aki megvallja a bűneit, Isten irgalmas, Ninivének megbocsátott. Tehát Isten és ember között nincs többet válaszfal, pünkösd. És lerombolta a válaszfalat a zsidó és a pogány között. Nem kell zsidóvá lenni már, belépni az előző szövetségbe, hanem elég a Jézus vérében megkötött szövetségbe belépni. Tehát azért tehettek történelmileg az apostolok sokkal nagyobbat, mint a názáreti Jézus, az Isten fia, mert az Isten fia ezt lehetővé tette. És itt van a, ezért katolikus az egyház, ennél szebb jelző nincs, azt jelenti, hogy egyetemes. Senki sincs kizárva. Vége a fajnak, a nemzetiségnek. Vége annak, hogy milyen volt előbb, mit csinált. Ha elhiszi, hogy Krisztus az élő Isten fia, oda megy az egyházhoz és kéri a bűnbocsánatot, amelyet a keresztségben ad meg, később, ha vétkezett a Szent Jónásba, feloldozza, az élő Istennel kapcsolatba jut. Minivel megtér. A zsidó apostoloknak a legmegrendítőbb Pálnak az egy hihetetlen volt, hogy elmondja a pogányoknak, hogy az Isten szeretet, hogy csak egy Isten van, és találkoztam vele, aki emberré lett. Nem mondhatod azt, hogy messze az Olimposzol, aki könnyű neki. Értünk, kínhalált szenvedett, de föltámad. Testvérek, megdöbbentő, hogy minden pogány nagyvárosba nem csak a zsinagóga mindjárt megoszlott. Az a megdöbbent, a zsidók egy része rögtön elfogadta Pált. Megvilágosodott. A sok profétai információ összeállt, hogy ő az. De amikor kirúgták Pált a helyi zsinagógába, rögtön ment a pogányokhoz. És a kettőből gyúrt egy népet. Testvérek, ezt jelenti Jónás könyve. Óriási. Az Úr Jézus háromszor idézi. Egyszer azt mondja, nagyobb van itt, mint Jónás. Húha! Az azt jelenti, hogy nem proféta vagyok, hanem a proféták beteljesítője. Nagyobb van itt, mint Jónás. Másodszor azt mondja, amikor jelet akartak tőle kérni, hát előtt egy csodát, de most megint, hát ugye produkálja magát Jézus. Jézus nem produkálja magát. Soha nem tesz látványos csodát, hanem mindig meggyógyít valakit szeretetből. Azt mondja, égi jeleket követelnek, ez a gonosz nemzedék nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét, és ott hagyta őket. Ez a változat azt jelenti, hogy ez a nép megéri, hogy a pogányok megtérnek. Testvérek,
az 50-es, 60-as években a császári katonaság és a császári udvarban már voltak keresztények. Minden nagyvárosban, pogányok között. Megdöbbentő. És Titus, akit püspökké szentelt Szent Pál, Titus nem metéli körül. Nem kell belépni az Ószövetségbe. Jézus vére egy örök szövetséget alkotott. Ez a nemzedék meglátja Jónás jelét, hogy a Ninive megtér, és akkor majd fanyalogtok, és akkor ti megbotránkoztok, hogy Isten ilyen irgalmas. Akkor nem értettétek Jónás példázatát. És a harmadik változat megdöbbentő, mert ott azt mondja Jézus, ez a nemzedék, gonosz nemzedék nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. Amint Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a föld gyomrába. Itt Jézus nem azt nyilatkoztatja ki, hogy megtörtént, hanem egy hasonlat van. Egy példázatot hasonlít egy valósághoz. Úgy leszek én az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívébe, halottként. De előjövök. És akkor kezdődik majd Ninive megtérése. Az ő föltámadásával. Hát testvérek, ez a jel, ez az üzenet, és ez a teendő. Tehát a pogányság már készen kapta azt, amit félkészen nem lett volna szabad elmondani a pogánynak. És ezt a kész üzenetet, hogy az Isten szeretet, ezt most neked tovább kell adni. Az apostolok nem érezték úgy, hogy csak a mi dolgunk az ige hirdetés. Minden őskeresztény úgy tudta, hogy az övé is. Akvilász és Priscilla, házas pár, bejárták a római birodalmat, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Persze testvérem, te is hirdeted, a legszebb az, hogy a családba. Tehát a következő nemzedék már készen kapja azt. Nem kell elmondani azt, hogy csak egy Isten van, nem kell elmondani azt, hogy a nap és a hold az nem Isten, hanem a konyhában megkérdezi a gyerek, hogy ki az ott a kereszten, és azt mondja, az Úr Jézus, akit a rossz emberek megöltek, de föltámadt, az Isten fia, kész. Elmondtad az egészet. Az egészet. És az a kis pogány, aki még talán nincs megkeresztelve, vagy ha megkeresztelve van, még értelmileg pogány, íme hirdeted neki az evangéliumot. És nincs más jel, mint Isten irgalmának a jele. Nagyon kérem, azt a vallási primitivizmust utasítsátok vissza, ami minden hónap 12-én, 13-án itt is van, amikor víraztunk, mindenféle üzenetekkel riasztgatják az embereket, hogy milyen jeleket kapunk, föl fog robbanni az ég, stb. Mivel ez nem következett be múlt évben, most már azt mondják, hogy persze nem tudjuk a napot sem az órát, és amikor elmegy egy 5-10 év, akkor senki se kéri számon, hogy te gazember. Az Isten nevével mit jövendöltél te? Hazug próféta vagy. Nincs más jel. Nem kell más jel, mint az Isten irgalmának a jele. És ilyen van ezekben az üzenetekben, hogy azt mondja, mennyi, hogy elfogyott az irgalma. Hogy fogyhat el az, ami végtelen? De fiat, te zárultál be? Az más. Nincs más jel, mint Jónás jele. A halálból föltámadt Krisztus, aki minden embert egy családba hív, egy testvériségbe. Nincs más jel, mint a fölmutatott ostya és kehely, az új és örök szövetség az én véremben, a bűnök bocsánatára. Amen.